Szerbusztok, sziasztok srácok! Ahogy ígértem nektek, hoztam egy újabb teória videót, amiben beszélni fogunk a legutóbbi frissítésben lévő történetről, miszerint a season végén Hope és Doom össze fog csapni. Beszélni fogunk Pandora páncélos Doomról is, ugyanis elkészült a páncélja. Beszélni fogunk a LEGO update-ről, ami 17-én lesz, illetve még Vasemberről is. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost4Rider, ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! A kódhasználók között egyébként két FNC-et csákán sorsolok ki, több információ Discord szerveremen. Ahogy arra számítani lehetett, Dr. Doom elkészítette a Pandora látából a Pandora páncélját, így most már teljes erejében van. Most már csak az a kérdés, hogy vajon mire készülhet. A frissítéssel ugye bekerült a Doom Island is, amivel Dr. Doom-át tudunk változni egy óriási bossként, mint annó Thanos volt. És sajnos ez a sziget 5%-onként spawnol le, nagyon kis csaj az esélye, viszont most ezen a hétvégén 12%-ra emelték, szóval mindenki próbáljátok ki, persze ha beadja. Ugye videót már tettem fel, egy Victory Royale-t ezzel az erővel, nagyon menő, és remélhetőleg majd később többször bent lesz. Doom hiába a legerősebb lény most jelenleg a szigeten, még erősebb akar lenni. Össze akarja gyűjteni a végtelen köveket, legalábbis erről fog szólni a következő frissítésben lévő játékmód. Ugye tudjuk, hogy jönni fog majd egy olyan játékmód, amiben hősként vagy gonoszként tudunk játszani, és bent lesz az összes Marvel szupererő, beleértve az Ultra Doom erejét, szóval azt is ki tudjátok majd próbálni. És ebben a játékbotban olyan challenge-ek lesznek, vagyis az lesz a fő küldetés Doomnak, hogy össze kell gyűjtenie a végtelen köveket. Ha Doomnak sikerül összegyűjtenie mind a 6 végtelen követ, szerintem tényleg megállíthatatlan lesz, hiszen a belegondoltak még a Pandora erejét is tudja használni, és így is kb. Legyőzhetetlen. Szóval ez a játékmód nagyon sok mindent el fog dönteni majd így a season során, hogy vajon hogy sikerül legyőzni Doomot, de igazából hőseinknek most is vannak terveik Doom ellen. Run us through the plan. Shuri thinks she can reverse the energetic flow of the rift beacons with rift recalibrators. That would give us the power to send Doom through a controlled rift and away from the island. Akik csináltak mostanában challenge-eket, tudhatják, hogy riftjeladókat kellett beaktiválni a Doom kastély körül, ugyanis Jonesnak és Shurinak az a terve, hogy a riftjeladókkal elrifteltessék a Doomot a szigetről. Igen, pontosan ugyanígy győzték le Galactust is Chapter 2-ben. Nem tudták legyőzni igazából fizikálisan, ezért elrifteltették messzire, nem ölték meg, de sikeresen elhárították a veszélyt. De vajon Doomnál is be fog-e válni ez a trükk? Az az érzésem van, hogy nem fog beválni, hiszen még csak a season eleje van, és még tudjuk, hogy jönni fog majd a játékmód, illetve tudunk egy-két dolgot még a season végéről, szóval nem fog beválni, de a tervük az ez lett volna. A párbeszédekből az is kiderül, hogy a profécia szerint, legalábbis amit az orákulum mondott, hogy Hope fogja megállítani Doomot, és ő az egyetlen, aki meg tudja állítani, viszont Hope nem hisz ebben. Viszont idő előtt kikerült egy koncepciós rajz vagy töltőképernyő, ahogy jobban tetszik, ami elvileg a season végét ábrázolja, itt láthatjuk Doomot a teljes Pandora páncélban, illetve Hope-ot, aki 1v1-ben szebbe száll Doommal, valószínűleg ilyesmire lehet számítani season végén, az is meg lehet, hogy az eventben ez lesz. Még season 1-ben nem tudtuk, de Hope nagyon nagy szerepet játszik az egész chapterben, hiszen minden cinematik előzetesben is ott volt, illetve végig követhettük a történetét Jones mellett, és nagyon úgy néz ki, hogy Jonesot meg lehet, hogy Hope fogja leváltani. Teljesen érthető, hiszen Jones már évek óta tolja a történetet, és ugye elég fontos karakter volt mindig is, de meg lehet, hogy meg akarnak tőle válni, legalábbis ez az érzésem. Ugyanis visszatérve az előző töltőképernyőre, ugye Hope-ot és Doomot lehet látni, viszont Hope-nál ott van az amerikai kapitány pajzs, amit Jones kapott magától a kapitánytól, és sokan elkezdtek már teóriázni, hogy lehet, hogy season végén Jones meghal, és Hope veszi át a helyét, és így kerül hozzá a pajzs. Természetesen az is meg lehet, hogy szimplán Jones odatta neki a pajzsot, hogy legyőzze Doomot. Az is meg lehet, hogy csak egy rajzról van szó, és csak rárajzolták a pajzsot. Ez majd nem sokára kiderül. Viszont szerintem Chapter 6-ban vagy Hope és Jones el fog búcsúzni tőlünk, van egy olyan érzésem, hiszen biztos vagyok benne, hogy az új chapterben teljesen új történetet akarnak felvezetni, nem hiszem, hogy a pandorás történet maradna, hiszen ez a chapter, ez inkább a Pandora szelencéjéről szólt és Hope-ról. Meglátod, hogy Jones marad életben és Hope hal meg, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége. Remélem a season végén lesz most már event, hiszen egy ilyen Marvel season főleg egy ilyen bosszal illene lezárni egy eventtel, illetve el kéne magyarázni, hogy hogyan kerülünk át OG Chapter 2-be, mert azért egy kis egyperces előzetes szerintem nem lenne elég. Ugye Doom a Battle Pass-ben kapott egy emote-ot, ahol egy hologramként megjelenik a mostani sziget, különféle jelzésekkel megpingelve, és a legvégén ugye rácsap egyet a szigetre, utalva arra, hogy nagyon mérges, vagy el akarja pusztítani a szigetet, vagy valami ilyesmi, és kilikelték, hogy miket is jelöl pontosan ez a hologram sziget. Először is arra gondoltam, hogy ezek a jelölések a hőseink a szigeten, hiszen majdnem passzolnak, hiszen fent van ugye Varmasin, ott van Hope, Gwenpool, illetve Shuri, de sajnos megnézve nem igazán passzolnak ezek a jelölések, szóval egyelőre nincs ötletem, hogy ezek a jelölések randomok-e az emote miatt, vagy valamit előre meg akarnak mutatni, vagy valami easter egg lenne. Az is meg lehet, hogy ezek a részek fognak megsemmisülni, vagy itt fog ásni majd a következő update-ban Doom. Talán amit észre lehet venni, mintha a hó elolvadt volna a Doom kastély alatt, és nagyon picike hó marad csak, meg lehet, hogy Doom terjeszkedni fog, és több területet fog kapni. Kíváncsi leszek. Rátérve Vasemberre, most már biztos, hogy a következő frissítésben be fog kerülni, ugye kapni fog új skint, jönni fognak a Starkos fegyverek, a Vasember mítik, minden. Ez ugye szeptember 17-én lesz, és igazából más nem nagyon tudunk a Vasemberről, ami biztos még, hogy fontos szerepet fog játszani a történetben, hiszen Stark az egyik legokosabb, szóval valamit ki kell találnia Doom ellen. De nem csak Vasember fog érkezni szeptember 17-én, hanem érkezni fog a legújabb LEGO Fortnite frissítés, az elveszett szigetek, amiben ugye lesznek majd klombók, dzsungel, kalózok, meg minden egyéb más is. Egy rendes IRL klombót is megépítettek már, szóval a klombók így fognak kinézni Legóból, legalábbis hasonlóan. Nagyon kíváncsi leszek a frissítésre, elvileg tényleg nagyon nagy lesz, tele lesz új zenékkel is, jönni fognak új NPC-k, meg fegyverek, meg minden, egy teljesen új pályam. Kíváncsi leszek rá, mindenképpen streamelem és ki fogjuk próbálni. Ja, és ne felejtsük el, egy klombós pili is érkezni fog. A LEGO Fortnite most nagyon be fog vadulni, ugyanis kirakták az első teasert az októberi frissítésről, amiben teljes mértékben halloweeni hangulat lesz, backroom-szerű helyek, valami szörnyek, valami óriás pókszerűség, úgyhogy az októberi frissítés is biztos nagyon jó lesz. A hírek szerint a 17-i frissítésben elvileg kapni fogunk egy új streamer, vagyis legalábbis egy híres Icon Series skint, nem tudni, hogy ki lesz. Lehetséges, hogy streamer lesz, videós lesz, az is meg lehet, hogy valamiféle híresség, egyelőre nem tudni. Pár hónapja ugye azt blecskálták, hogy Rubius fogja kapni ezt a skint, meg lehet, hogy most lesz igaz, és jönni fog. Szinte biztos, hogy Chapter 6-ban meg fog változni majd a Locker felépítése, hiszen a mostani borzasztó is azt ígérték, hogy javulni fog. Leakeltek egy újfajta Locker kinézetet, és azt kell, hogy mondjam, rosszabb, mint a mostani. Folyamatosan görgetni kell lefelé, ha valamit állítani akartok, semmivel sem jobb szerintem, mint a mostani, sőt szerintem rosszabb, de mondjátok meg, hogy ti, nektek ez így, hogy tetszik. Hát srácok, ennyi lett volna az a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, kommentben írjátok meg, hogy ti szerintetek ki fog meghalni season végén, Jones, Hope, vagy esetleg mindketten túlélik. Kíváncsian várom, remélem, hogy event lesz a season végén. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, én Ghost4Rider voltam, sziasztok!